Arról vannak-e tapasztalataik, ugye itt a türelem meg a toleranciáról jutott eszembe, hogy a 11-es út és az M0-as körforgalmánál itt a bevásárlóközpontnál bevezették most a cipzárelvet. Hogy mennyire toleránsak ez irányban az autósok, hogy fogadják ezt az új forgalmi rendet? Gyakorlatilag az elv ugye az egy létező dolog, tehát itt mindig csak újra föltaláljuk a meleg vizet, és azt mondjuk, hogy igen, ezzel lehet tenni. Ami nagyon pozitív szerintem, ugye kikerültek ezek a jelzőtáblák, ezek a figyelemfelhívó táblák, hogy mennyivel kulturáltabban és barátságosabban tudunk majd közlekedni, hogyha egyébként toleránsak vagyunk egymással és beengedjük. Én úgy gondolom egyébként, hogy van hatása. Már csak azért is van hatása, mert ugye én majdnem minden délután arra megyek, illetve minden délután arra megyek, amikor megyek vissza haza a családom irányába, és valahogy már eleve a belső sornak a torlódása nem olyan. Tehát akiknek egyébként majd ki kell sorolni a külső sávba, az már nem csúszik fel annyira, hanem már sokkal hamarabb elkezdenek az autósok besorolni. Ez azért jó egyébként, mert az nagyon frusztráló, hogyha valaki benne áll a külső sávba, tisztességesen kivárva a sorát, valaki a belsőbe meg végigmegy, adott esetben még akár a forgalomtól elzárt területen is átmegy, mert hogy észrevesz, hogy nincsen rajta téglafal, és akkor ott az utolsó pillanatban megpróbál besunyogni a sorba. Ez ugye mindenkit elkezd piszkálni, hogy hát nem igaz, hát én most ki tudom várni ezt a 3 percet, míg átjutok azon a körforgalmon, más meg beszemtelenkedik, akkor az felidegesíti. Viszont most azt látom ebbe az elmúlt időszakban, ez egyelőre az én személyes tapasztalatom, természetesen nagy statisztikák, meg ilyen kimutatások, meg ilyesmit nincsenek még erre, de sokkal hamarabb besorolgatnak az emberek, nem torlódik úgy fel a belső, az elfogyó forgalmi sávnak az autó mennyisége, és ez szerintem egy ilyen általános kis nyugalmat hoz, és tény, hogy jobban lehet haladni így, mint hogyha mindenki össze-vissza bujkál, meg erőlködik, meg feszül benne. Nagyon jók ezek. Én úgy gondolom, hogy ezt a vonalat célszerű erősíteni. Minden ember előbb-utóbb, főleg, hogyha felhívják rá a figyelmét, rájön, hogy mi a jó neki. És ugye vannak olyan tényezők, és vannak olyan helyzetek, amiket nem lehet állandóan befolyásolni. Se rendőri, se egyéb eszközökkel. Tehát azért minden utcasarkon nem állhatunk ott, minden autós mellett nem ülhetünk benn, nem mondhatjuk mindenkinek, hogy közben a biztonság jövedet, nem mondhatjuk mindenkinek, hogy ne vezess ittasan, nem mondhatjuk mindenkinek minden egyes autóba, hogy álljál meg a gyalogátkelőhely előtt, mert lehet, hogy egyébként a saját nagyanyádat gázolod el, hogyha mondjuk nem figyelsz rá oda, de ezek a figyelemfelhívó kampányok, egy jól elhelyezett tábla, egy jó plakát, egy jó baleset megelőzési program, amiben széles társadalmi réteget lehet bevonni, ez mindenféleképpen nagyon fontos, ez olyan, mint a szájhagyomány, tehát így szépen lassan elterjed, az emberek beszélgetnek róla, főleg, hogyha ez elég ütősre sikerül, és ténylegesen figyelemfelkeltő, akkor ez nagyon jó. Az biztos, hogy nem vagyunk egyszerű helyzetben, mert annyi információ zúdul manapság az emberekre mindenféle csatornáról, vagy csatornából, hogy igazán figyelemfelkeltőnek lenni, olyannak, ami tényleg megragadja a figyelmét az egyes harcosnak, és azt mondja, hogy hopp, ez tényleg fontos, erre oda kell figyelni, és nem automatikusan szelektál és kidobja a kukába, az nagyon nehéz. De hát innen szép nyerni, úgy gondolom. Hát én bízom azért a magyar emberekbe, bízom abban, hogy működni fog a cipzárelv, ugye, ami azért a tolerancián, az empátián alapszik egy kicsit, és hát nyilván ez szükséges, ezek szükségesek ahhoz is, ami ilyenkor télen még a közlekedés mellett szintén egy fő témaként elő szokott kerülni, ez pedig a hajléktalanok kérdése, az, hogy mit tudunk tenni mi polgárok azért, hogy a hajléktalanok, főleg ha hideg idő jön, és ugye most a hétvégén elég hideg időt mondanak. Mit tehetünk mi, ha véletlen az utcán látunk egy fekvő vagy alvó embert, illetve mit tesz a rendőrség ilyen esetben? Nagyon-nagyon jó tapasztalataink vannak. Ugye ez a december időszakban már volt egy-két kemény hideg, és ilyenkor nekünk is fokozottan oda kell figyelnünk azokra az emberekre, akik kint az utcán élnek, és ezt meg is tesszük, tehát föltérképeztük, megnéztük azokat, akiknek nincsen más lehetőségük, megkerestük őket egyesével, elmondtuk nekik, hogy hol van melegedő, hova tudnak bevonulni, hogyha nagyon hideg van. Most a hétvégi riasztással kapcsolatban ezt ismételten megtettük, tegnap ismét körbejártunk mindenkit, mindenkivel beszéltünk, egyeztettünk a Vöröskereszttel, a befogadóhelyekkel, elmondtuk azt, hogy amennyiben mondjuk a mentőszolgálatnak nincsen kapacitása, akkor mi is elszállítjuk oda azokat a személyeket, ahova kell, ahol meg tudjuk őket menteni. És decemberben is sok ilyen intézkedésünk volt, amikor hajléktalant vagy utcán rosszul lett embert kellett valamerre vinnünk, kórházba, hajléktalan szállóba, valamiféle segítséget nyújtani neki, és nagyjából X volt a mérkőzés eredménye, mert úgy felét ezeknek a bajba jutottaknak mi észleltük,
A másik felére viszont a lakók hívták fel, a lakosság hívta fel a figyelmünket. Volt olyan személy tényleg, aki ment, elesett, megsérült, elájult. Észrevették, szóltak nekünk, kimentek a kollégáim, segítettek neki, mondjuk még orvosi segítség is kellett. Hát voltak ittas volt, és ezért nem sikerült hát neki. Ez előfordul. Elfogyott az üzemanyag út közben, és akkor ott, ahol volt, éppen egy picit megpróbált elpihenni. De hát attól függetlenül most teljesen mindegy, hogy valaki ittas vagy a fejét verte be egy ilyen, mert megcsúszott a járdán, attól még az életét meg kell, hogy mentsük. És tényleg nagyon jók a tapasztalatok, az emberek odafigyelnek egymásra, szólnak, segítenek, nem szívesen folynak bele személyesen és fizikálisan egy-egy segítségbe, tehát nem huckolják fel az embert, meg viszik el a hátukon bárhová. De én úgy gondolom, hogy ez már pont elég, hogyha a mentőszolgálatnak vagy a rendőrségnek ezt jelzik. Mondom, ezzel kapcsolatban nekem nagyon jó a tapasztalatom, és azt szeretném kérni, hogy most is erre a hűvösebb, hidegebb hétvégére való tekintettel, hogyha olyat látnak, ahol úgy gondolják, hogy szükség lehet segítségre, személyesen nem is avatkoznak bele, akkor egy 107-es telefonnal az én kollégáim ezt utána meg fogják oldani. Így van, hát ezt mi is nagyon kérnénk mindenkitől, tehát ha ilyennel találkozik, akkor véletlen valahol lát egy földön fekvő embert, akkor ne menjünk csak úgy el mellette, hanem próbáljunk segíteni, ha mi nem akarunk, vagy nem tudunk, akkor hívjuk a rendőrséget, és nyilván ők segíteni fognak, úgyhogy próbáljunk meg azért empatikusak és toleránsak lenni. Talán amit még így január elején említhetünk, és a hallgatókat érdekelheti, hogy az ünnepek alatt mi volt a tapasztalat az idén, vagyis egy 2012-ben, mennyire voltak gyakoriak a lopások? Én úgy gondolom, hogy sikeresen megúsztuk ezt az év végét. Az év vége az mindig feszített, fokozott időszak. Általában az emberek, amit úgy nagyjából novemberben meg decemberben elmulasztanak, azt megpróbálják, illetve december első felébe, azt megpróbálják december második felébe egy nap alatt abszolválni. Konkrétan neki indulunk, és mindenkinek megveszünk minden ajándékot egy nap. Ennek következtében bejárnak 32 bevásárlóközpontot, meg mit tudom én, és ugye az utolsó helyszíneken ott már meglehetősen tele van az automát, menet közben nem megyünk haza azért csomagot, csomagtartót üríteni. Ez egy fokozott veszély. Próbáltuk a bevásárlóközpontokkal, a különböző helyi médiákkal felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez egy ilyen igen komoly probléma és igen komoly veszély, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek meg is lett az eredménye, úgyhogy ezúttal szeretném önöknek is megköszönni, mert amikor decemberben itt jártam, akkor erről is beszélgettünk, és úgy látszik, hogy eljutott a hallgatókhoz, és természetesen, hát igen, sajnos természetesen, mert ugye ez egy társadalmi jelenség, tehát nem mi generáljuk a bűnözést. Voltak eseményeink, amiben el kellett nekünk járnunk, de úgy gondolom, hogy az előző évekhez képest egy meglehetősen konszolidált decemberrel találkoztunk, amikor úgy nagyjából békesség volt, és tudtunk minden egyéb dolgunkkal is foglalkozni. Természetesen a kollégáim ott voltak a bevásárlóközpontokban, sűrűbben jelen voltunk, segítettünk, az ott együttműködtünk ott a biztonsági szolgálatokkal, pontosan annak érdekében, hogy a karácsony az úgy kezdődjön el mindenkinek, egy ilyen igazi boldog karácsonyba menjünk bele, és a karácsony falat ne azon kelljen sopánkodni, hogy éppen elvitték a gyerek távirányítós autóját, meg mellesleg még az autót is feltörték, hanem tényleg úgy tudjunk neki menni ennek, hogy mindenki megvan elégedve, és mindenki nyugodtan várja a szentestét, és az összes többi bűncselekménnyel kapcsolatban is elmondhatom, hogy egy ilyen csendes decemberünk volt. Ugye meglehetősen nagy a terület, ez az állomány a területhez képest semmiképp sem mondható soknak, aki ezt próbálja felügyelni és kordában tartani. És ezzel együtt én úgy gondolom, hogy a decemberi eredményeink, amit el tudtunk érni, ami mondjuk az előző évekhez képest csökkenést, kevesebb bűncselekményt jelent, azok meglehetősen szépek, és ennek én nagyon-nagyon örülök, mert ugye szokták mondani, hogy kis ügy meg nagy ügy, hát nem lehet nekünk kis ügy meg nagy ügy, minden ügy egyforma, mert hogy minden ügy mögött van egy ember, van egy család, akinek adott időszakra az tönkreteszi a hangulatát, hiszen bűncselekmény sértettjévé vált, és minél alacsonyabb ez a szám, ez nálunk annál nagyobb sikerfaktor, és ez mindig ad egy pici energiát a következő hónapra, hogy akkor érdemes ezt is megnyomni, érdemes itt is oda tenni magunkat, hogy tényleg kevesebb legyen, mert ez a cél, és mi ebbe az irányba szeretnénk menetelni. A lopások mellett talán, amiről még beszélnünk kellene, hogy alakultak a betörések, a betöréses lopások itt a városban. Nőtte a száma, vagy hát ugye sokan mondják, azt volt egy betelefonálónk is a múlt héten, aki éppen sajnos károsultja volt egy ilyen rablásnak, betörésnek, és hát vele beszélgettünk arról, hogy ebbe a gazdasági válságba attól félünk, hogy talán több ember kényszerül erre, vagy hát nyúl ilyen eszközökhöz, hogy betörjön valahová, és a másik vagyonát elvegye. A betöréses lopások száma is csökkent. Na, az ez mindenféleképpen egy jó hír. A rossz hír az, hogy nem fog megszűnni. És azért nem fog megszűnni, mert hát Szentendre köztudatban is úgy él, hogy igenis ez egy szép olyan város, ahol tehetős emberek élnek. Persze ez nem mindig igaz,
és nem mindig így van, de ettől függetlenül a feltételezett nagyobb vagyonkoncentráció mindenféleképpen vonza az elkövetőket, azért ugye egy akváriumban is egyszerű pecázni, ezt tudjuk. Úgyhogy mindenféleképpen lesznek sajnos betöréses lopásaink, de próbálunk rájuk úgy reagálni, azért ezeknek van egy sémája. Ugye szokták mondani nagyon komoly szakemberek, hogy a bűnözésnek van dinamikája, meg struktúrája, hogy hogyan alakul ki, meg hogyan változik, és azért ezt lehet látni, hogy a betöréses lopások általában megcéloznak egy-egy területet, ott 2-3 napon belül történik több cselekmény, és akkor utána onnan levonulnak, és mennek máshová. Na, mi ezt az első cselekménynél próbáljuk mindig megfogni, és akkor azonnal átszervezzük a szolgálatot, azonnal megpróbálunk arra reagálni, hogy ott megjelenjünk, de természetesen valahogy mellette máshol is meg kell jelenni, mert egyébként csak simán áttevődik az első körbe. De úgy gondolom, hogy ezek az erőfeszítések, amiket tettünk, nem voltak hiába valóak, mert tényleg csökkent a betöréses lopások száma Szentendre városában, meg kifejezetten magas száma. Nagyon sajnálunk minden egyes olyan eseményt, ami megtörténik. Akárhogy is nézzük, ha nem is közvetlenül, de közvetve mindenféleképpen a mi munkánk se lejtje, amikor egy-egy bűncselekmény megtörténik. Mindenki józan észre föl tudja fogni, hogy nem lehet mindenütt ott lenni, és egyszerűen képtelenség egy ekkora város, egy ekkora területet úgy fogni rendőri erővel, hogy az előre vigyen minket, és mondjuk még jobban csökkenteni lehessen a betöréses lopások számán. De az tény, hogy amit lehet, azt úgy néz ki, hogy megtett, és még fokozatosan próbáljuk csiszolgatni ezeket a technikákat, hogy még jobb legyen, és van eredménye, van kimutatható eredménye. Szakmai szempontból mindenféleképpen ezt elmondhatom. Egyébként meg, hogyha civil szemben nézi az ember, akkor senkit nem érdekel, hogy összességében mennyit csökkent a betöréses lopások száma, főleg azt nem, aki áldozattá válik, vagy áldozatává válik egynek, mert őt nem érdekli, hogy nem történt meg másik 32 a területen, ami egyébként megszokott abban az időszakban, őt a saját kára és a saját problémája feszíti. Éppen ezért kell nekünk azt is rettentő módon szem előtt tartani, hogy ezek az emberek ilyenkor idegesek, feszültek, elkeseredettek, nagyon sok bajuk van, és azt a munkát, amit mi elvégzünk, azt a lehető legkomolyabb és legmagasabb szolgáltatási színvonalon kell elvégezni, pont olyan empátiával, mint ahogy önkérte mindenkitől, a közlekedőktől, vagy a közlekedőktől, illetve az utcán sétálóktól, a hajléktalanokkal kapcsolatban. Fontos az, hogy mindenkibe tudatosuljon, hogy mi segíteni szeretnénk, és hogy szeretnénk ezeket az elkövetőket megfogni, szeretnénk a lehető legkomfortosabb ügyintézést végigvinni, mert nem elég, hogy van egy ilyen lelki tragédia, mellette tartozik, vagy hozzá tartozik egy ilyen lelketlen adminisztráció, amin keresztül kell futni, és hát lássuk be, egyébként nem egyszerű a rendőrnek sikerélményt generálnia, mert hogyha megfogja az elkövetőt, akkor egy idő után a sértett lehet, hogy mérges lesz rá, mert hogyha van elkövető, akkor nem fizet a biztosító. Ha nincs elkövető, akkor ugyan fizet a biztosító, de akkor meg mindenkiben marad egy ilyen rossz csalódottság érzés, hogy hát volt ez a rendőrség, de hát minek van ez, hogyha meg se tudják fogni a betörőt? Hát ez eléggé ilyen 22-es csapdája. Igen, ebből elég nehéz nyerni, de hát azért van még szerintem egy pár szakma, ami ugyanúgy működik, mint a miénk. Az a legfontosabb, hogy amit megteszünk, azt viszont úgy tegyük meg, hogy mindenki érezze, hogy segíteni akarunk. Ez nagyon-nagyon fontos. És mit tudunk tanácsolni a lakosoknak? Tehát mit tehetünk mi annak érdekében, hogy megerőzzük a lopásokat, betöréseket? Ugye nagyon sokat lehetett egy időben hallani arról is, hogy ilyen besurranó tolvajok is vannak. Tehát előfordul még mindig, pedig hát ezt nagyon sokszor elmondjuk, azt hiszem, hogy az ajtót, a bejárati ajtót, a kaput zárják be az emberek, de hát azért a figyelmetlenség néhol közrejátszik, azt gondolom, így a lakosok részéről is. Nagyon sokan mondják, hogy úristen, betörtek, kirabolták a házamat, ez a slang része. Egyébként tehát a rablás az akkor van, amikor erőszakot is alkalmaznak, tehát valakit bántalmaznak azért, hogy elvegyék az értékét. Hogyha mondjuk betörnek egy ajtót, és bemennek egy házba, és elviszik, az egy lopás, az egy betöréses lopás. Ez egy nagyon fontos különbség, mert nagyon sokszor egyébként mondjuk kapunk telefonon egy bejelentést, úristen, kiraboltak. És akkor megsérült meg, de hogy sérültem volna, meg most jöttem haza, nem voltam itthon, csak betörtek a házamba. Egészen más mechanizmust vár el tőlünk is, máshogy kell rá reagálnunk. Másfajta szakmai protokoll van rá. Lehet, hogy ez nem árt. Nem annyira fontos információ ez, de ugye mindig tanulunk mindenből valamit. Van betöréses lopás, meg van lopás, meg van a rablás, akkor bántottak is minket. Ez egy nagyon jó, de ezt tényleg én se tudtam. Hát van ilyen, de most már akkor tudjuk, hogy a rablás és a betörés között mi a különbség. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy rengeteg nagyon hasznos információt kaptunk a mai napon öntől. Köszönöm, hogy a vendégünk volt, és hát reméljük, hogy alkalmunk lesz majd még beszélgetni, és
értékelni tudjuk majd az elmúlt esztendőt is, a 2012-est az adatok alapján. Nagyon jó munkát kívánok, és sok sikert önöknek ebben az évben is. Köszönjük szépen, minden egyes kollégámnak át fogom adni, és én is úgy gondolom, hogy a következő alkalommal már tudunk arról beszélni, hogy pontosan hogy nézett ki 2012 a mi számadataink tükrébe, ami azért elég száraz dolog, de hát azért mellé lehet tenni nagyon sok olyasmit, amivel ezt egy picit meg tudjuk majd színezni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a meghívást.